Szép napot kívánok, kedves nézőink! Március 23-án tartják a köztársasági elnök választás első fordulóját. Heti magazin műsorunkat az ezzel kapcsolatos tudnivalók ismertetésével indítjuk. A továbbiakban többek közt beszámolunk arról, hogy jótékonysági borkóstolót tartottak a Tiszti Pavilon dísztermében. Életjubileumát ünnepelte Boráros Imre, városunk közismert színművésze, és a városunk középiskoláit bemutató sorozatunk befejező részében pedig a Sejel János gimnáziumban folyó oktatásban pillanthatunk bele. Tartsanak velünk az elkövetkező fél órában! Közeledik a köztársasági elnökválasztás határideje. Szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a változásokra, amelyekről tudnia kell, hogy a megfelelő szavazóhelységekben szavazhasson. Komárom városban a 2024-es évben egy választókörzetet megszüntettünk. Ezt az indokolta, hogy a lakosság száma némileg csökkent, és nem úgy csökkent, hogy egy választókörzet teljesen kiürült, illetve elfogyott volna, hanem több választókörzetben is csökkent a lakosok száma, ezért volt szükséges ez a változtatás. A lakosok a választásokra már megkapták az értesítéseket, és minden értesítőn pirossal ki van jelölve, amennyiben változott a választókörzetnek a száma. Abban az esetben is, ha csak a száma változott, és abban az esetben is, ha csak ha a helye változott. Tehát kérjük a lakosokat, hogy figyeljenek oda ezekre az értesítésekre, és ebből pontosan megtudják, amennyiben érinti őket ez a változás, hogy hova mehetnek választani. Előfordulhat, hogy a választás napján nem tartózkodik a lakhelyén. Ha szavazni szeretne, választói igazolványt kell igényelnie. A köztársasági elnök választásokon a szlovák állampolgárok vehetnek részt. Amennyiben nem tudnak a lakóhelyükön választani, akkor kérhetnek választói igazolványt, és ezzel bármelyik választókörzetben részt vehetnek a választásokon. Ezeket az igazolványokat a városi hivatal adja ki, a lakosság nyilvántartó osztály. Lehet igényelni személyesen, ezt akár még a választásokat megelőző napon is, tehát pénteki napon, de lehet igényelni elektronikus formában is. Ezt március 4-éig tehetik meg a lakosok az első forduló esetében, és március 14-éig a második forduló esetében. A választási törvény lehetővé teszi, ha a választópolgár szavazni szeretne, de nem tud személyesen eljutni a szavazóhelyiségbe, az esetben hordozható szavazóurnát igényelhet. Az idős lakosok vagy az egészségkárosultak esetében természetesen rendelkezésre áll majd a mozgóurna. Mozgóurnát lehet igényelni már előre, tehát akár már most is, hogyha valaki tudja, hogy részt szeretne venni a választásokon, de akadályoztatva érzi magát. Most a városi hivatalban megint csak az illetékes osztályon kell ezt bejelenteni, igényelni, de lehet igényelni a választások napján is. A városi hivatal már összeállította a választási bizottságokat, minden bizottságnak van egy jegyzőkönyvvezetője, aki a hivatal alkalmazottja, és ezeknek a jegyzőkönyvvezetőknek a neve és a telefonos elérhetősége fönt van a város weboldalán a választások pont alatt. Ezek a jegyzőkönyvvezetők hívhatók a nap folyamán bármikor, és egyeztetés után aztán a választási bizottság két tagja az adott címre kivonul a mozgóurnával. Az elnökválasztás első fordulójára március 23-án szombaton kerül sor, a második fordulóra pedig két héttel később, április 6-án szombaton. A szavazóhelyiségek reggel 7 órától este 10 óráig lesznek nyitva. Családtagok, barátok, munkatársak, pályatársak, illusztris vendégek körében ünnepelte 80. születésnapját Boráros Imre színész a Tiszti Pavilon dísztermében. Kossuth Díjas művészünk, aki idén 3-as jubileumot ünnepel, hiszen 60 éve van a pályán, és 10 éve alapította saját színházát, meghazudtolja a korát. Boráros Imre Pozsony-Vereknyén született. A Pozsonyi Rádió magyar adásában kezdte a pályát, felolvasott verseket mondott.
A színészet iránt érdeklődő fiatalember tehetséges művészek között mozgott. A könyvek, az olvasás, a szülői házból kapott indítatás, és ezek a találkozások, mint mondja, szinte sodorták a színészet felé. 1965-ben került a Komáromi Magyar Területi Színházhoz, ahol néhány éves kassai kitérő kivételével közel 40 évet töltött, és számos szerepet játszott el. Pozsonyvárik kis falban. Csodálatos falban. Annyira bölcs emberek lakták, az egyszerű emberek. Majd később ugyanúgy a pozsonyi iskola éveim. Aztán, mikor a színházhoz kerültem, a kollégák, és szeretnék megemlékezni azokról a kollégák, színész kollégákról, hogy a 60-as évek közepén, mikor a színházhoz jöttem, ők majdnem mondhatnám, hogy ők úttörőként csinálták a színházat, úgy emberileg és szakmailag is. Én annyi mindent kaptam tőlük, hogy én csak közelettel tartozom. A kassai évek alatt született meg első önálló előadói estje, amelyet aztán sok másik, a mai napig közel 30 irodalmi, zenés összeállítás és monodráma követett. Ezekkel a produkciókkal aztán bejárta egész Európát, Amerikát, Ausztráliát, mindenütt magyar közönségnek játszott magyarul. Ám vallja, itthon értették igazán azt, amit előadott. Elmondani az embereknek azt, amit nem mindig volt ildomos. 68-ban volt bátorságom a szabadságról verset mondani. Sőt, a további összeállításaim is erről szóltak. A magyarságról, a vállalásról, a hovatartozásunkról, az itt létünkről, ami rólunk szól. Megértik ezt máshol is, de itt, akkor Felvidéken büszkék legyünk arra, hogy mi itt születtünk és magyarok vagyunk. Soha nem felejtem el, a 70-es évek végén, akkor volt az első olyan összeállításom, ami 45-50 perces volt, a Homokóra nyakában ilyen címmel, kint voltam Tanyon. Tanyra a színház azért nem járt, mert kicsi volt a színpad, de nem voltak öltözők. Én nem is mentem fel a dobogóra, a színpadra, megálltam a dobogó előtt, és hát ez az összeállítás arról szólt, rólunk, a magyarságról. Akkor már hosszú ideje volt bátorságom elmondani Gál Sándor Veszteségénk című versét a kitelepítésről. Jön a közönség, az első két sorban fejkendős, idős, falusi nénék ültek le. Hát mondom, itt fölköthetem arra drágamat, ezzel valakinek valamit tudok majd mondani. Elmondtam a műsort, meghajolok, síri csönd. Húha! Hát mondom, én ezzel be is fejeztem a műsoromat, ha netántam valakinek lenne kérdése velem kapcsolatban, színházzal, az összeállítással. Erre a második sor széléről feláll egy idős néni egy szál virággal, és oda jön hozzám, és azt mondja, hogy drága fiam, ne higgye azt, hogy nem értettük. Mi 4 évig kitelepítésben kitelepítettek minket a Szudéta vidékre. Értjük. Minden nap megéltük, és megértjük azt, amit ön nekünk itt tolmácsolt. És megölelt. Sok születés a napokán, végán megélhet. Ugyanezzel az összeállítással volt szerencsém, meghívtak Magyarországra, Hajdúságba. Kimegyünk, kiderült egy bőre feldolgozó üzem. A délutáni műszakosokat hívták föl a terembe az első emleten. Gumicsizmába, bőrkötényben, munkaruhába jöttek. Hú, ha mondom, hova keveredtem én? Ugye jönnek a szebbnél szebb versek, és az első 10 perc után látom a könnyes szemeket. A végén kiderült, hogy abból 100 emberből 80%-ának kötődése volt Felvidékkel. Én még olyat nem láttam, ugye, mert az előadónak, a színésznek szokta gratulálni. Jó voltál, szervusz, vagy egy kézfogás. Ezek szó nélkül sorban álltak, jöttek oda, és megöleltek. Több alkalommal vendégszerepelt magyarországi színházakban, több mint 50 éve játszik magyar, szlovák, cseh és olasz filmes, valamint televíziós produkciókban. Boráros Imre a magyar kultúra lovagja, sok díjat kapott már. Ezek közül a legrangosabb a Kossuth díj, amelyet 2014. március 15-én vehetett át Budapesten. Minden válberegetés valamikor egy kézfogás jó jött, mert ez azt jelentette, hogy
tisztelték, elfogadták a munkámat. Hogy az én életem, vagy a pályám egyáltalán az életem folyamán, hogy mi az, ami szívemben, lelkemben, tehát valami örömet, boldogságot okozott, akkor a sorrendet úgy tudnám mondani, hogy az én házasságom Petrécs Annával, a párommal, a következő, a fiunk megszületése, az utána jövő, a fiunk házassága, majd az utána jövő, az első unoka megszületése, majd a második unoka megszületése, és aztán jött a Kossuth-díj. Azzal nem lehet és nem is szabad visszaélni. És azt az utat, amelyet én választottam valamikor, azon úgy gondolom, hogy tovább kell haladni. De nekem még az én teremtőm azt súgta, hogy van még feladatom itt a Földön. És én is úgy érzem, mert két terven dolgozom a mai napig is, úgy rendeltetett, hogy nekem ezt csinálnom kell. Ez nekem jót tesz, és az én teremtőm úgy gondolja, hogy kaptam rá időt, kaptam erőt, egészséget. Hála, köszönetem! A Sule gimnáziumban tartották meg a középiskolás fiúk járási kosárlabda bajnokságát. Az idei megmérettetésben összesen 9 csapat vett részt, melyeket két csoportra osztva összesen 20 mérkőzést játszottak le az összecsapások során. Az A csoportból a komáromi Sule gimnázium és az Ógyalai építőipari szakközépiskola csapata, a B csoportban pedig két komáromi középiskola, a Sej János gimnázium és a gépipari és elektrotechnikai szakközépiskola csapata bizonyult legjobbnak. A két elődöntőből a győztes csapatok jutottak tovább a döntőbe, ahol a kiegyenlített küzdelemben a Sule gimnázium 59-50 arányban bizonyult jobbnak a Sej János gimnáziummal szemben. A harmadik helyen a gépipari és elektrotechnikai szakközépiskola végzett, a negyedik helyet pedig az Ógyalai építőipari szakközépiskola szerezte meg. A középiskolás fiúk kerületi bajnokságáról Léván kerül sor, ahol régiónkat és városunkat a Sule gimnázium csapata képviseli. A csapatok megalakulásának 75. évfordulójára emlékeztek a komáromi városi szervezet Kossuth téri székházában. A megjelenteket Stubendek László, a helyi szervezet elnöke köszöntötte, köztük Bárdos Gyulát, a csapatok országos elnökét, és Keszeg Béla polgármestert, akik jelenlétükkel is megtisztelték a rendezvényt. A történelmi időket Popéi Árpád történész, a Sejé János Egyetem docense és Bajcsi Ildikó történész, az Erőszakutató Intézet kutatója elevenítették fel előadásokban, részletesen szóltak a Kulturális Szövetség megalakulásának körülményeiről. Az eseményen az életjubileumát ünneplő Szép Erzsébetet is köszöntötték, aki hosszú évtizedeken keresztül volt aktív tagja a helyi szervezetnek. A megemlékezés a Concordia vegyes kar koncertjével zárult, melynek keretében Stubendek Lászlónak, a helyi szervezet elnökének átadták a Concordia vegyes kar örökös tagja címet. Ezt a megtiszteltetést minden évben a kórusnak csak egy olyan tagja kaphatja meg, aki legalább 30 éve aktív tagja a kórusnak. Az idén is sok látogatót vonzott a gépészeti és elektrotechnikai szakközépiskola 5. alkalommal megtartott rendezvénye. Az éjszaka az ipariban elnevezésű rendezvény célja, hogy az érdeklődőknek bemutassa az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. Az intézmény pedagógusai és diákjai több mint 20 helyszínen mutatták be az egyes szaktantárgyok gyakorlati oktatását. A gépészet iránt érdeklődők a Kovács műhelyben és az Esztergályos műhelyben ismerkedhettek meg a mesterség alapjaival, de megtekinthették a CNC szaktantermet, a 3D nyomtatót és a hegesztő robotot is. A lézeres gravírozógép által készített érdekes ajándék és emléktárgyakat az iskolában működő diákvállalkozások mutatták be, amelyeket akár meg is lehetett vásárolni. Az informatikai múzeum elsősorban a fiatalabb nemzedéknek nyújtott kikapcsolódást, akik kipróbálhatták a múlt század 80-as éveitől gyártott számítógépeket. Az iskola dísztermében az intézmény színjátszóköre mutatkozott be, a tornateremben pedig mindenki kedvére szurkolhatott a tanárdiák röplabda meccs résztvevőinek. A gazdag program kínálott az elégedett látogatók és a remek hangulat azt jelentette, hogy a rendezvény
az idén is teljesítette küldetését. Nagy Tímea és Faragó Tamás olimpiai bajnokok fogadták el az MCC meghívását Komáromban nemrég. Tavaly ősszel Szlovákia magyar lakta részein is megkezdte működését Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, a Matthias Corvinus Kollégium, amely ezzel új szereplőjévé vált városunk kulturális és közéleti mozgolódásának is. A díjmentesen látogatható ismeretterjesztő előadásokkal, vitaestekkel, panelbeszélgetésekkel jelentkező MCC az alap- és középiskolás diákoknak is nyújt előadásokat és képzési lehetőségeket. A rendezvényei elsősorban, de nem kizárólag a Zicsi Pont közösségi központban valósulnak meg, ám nagyobb érdeklődés esetén más helyszíneken is számítanak az érdeklődők figyelmére. Így lesz ez április 5-én este 17:30-kor is, amikor a Tiszti Pavilon dísztermében hallgathatja meg az MCC szervezésében a közönség Bagdi Emőke pszichológus előadását. A belépés ingyenes. Elsősorban a 9-esek és a szüleik számára nyújtottunk tájékoztatást a városunkban működő középiskolákról. Eddig a Schule gimnáziumot, valamint a gépipari és elektrotechnikai szakközépiskolát mutattuk be. Majd az Építők utcai kereskedelmi és szolgáltatóipari szakközépiskoláról és a Pozsonyi úti műszaki szakközépiskoláról adtunk tájékoztatást. Most a Seje gimnázium bemutatásával zárjuk tájékoztatónkat. A Seje János gimnázium a diák létszámát tekintve a komáromi járás legnagyobb középiskolája. 520 diákunk van, két tagozaton tanítunk, a 4 évesben és a 8 évesben. A Nyitra megye döntése értelmében a 4 éves tagozatra 4 osztályba 110 diákot vehetünk fel, a 8 éves tagozatra 1 osztályba 17 diákot. Én úgy gondolom, Szlovákiában egy magyar tannyelvű középiskola akkor sikeres, ha 4 pillére építi a munkáját. Az első pillér, a legyen a falai között magas szintű szellemi tudás, ez mindig is jellemezte ezt a gimnáziumot. Ebben a tanévben is 50 szakkör működik, nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, illetve a nyelvek tanítására. A másik fontos pillér, hogy egészséges magyar öntudatra neveljünk, harmadik a tolerancia kérdése, negyedik pedig gyökereink ápolása, hisz büszkék vagyunk jellegi diákjainkra, de büszkének kellene azokra is, akik itt az elmúlt 70 évben végeztek. A Seje gimnázium jelentős hagyományokkal rendelkezik. Változatos oktatási programja a diákok sokoldalú fejlődését segíti elő számos területen. A gimnázium iránt régóta nagy az érdeklődés. A diákok felét a komáromi és a környékbeli fiatalok alkotják, a fennmaradó részt a tágabb régiumból és az ország különböző részeiből érkezett diákok teszik ki. A pedagógiai programunkban a következő tantárgyakban emeltük meg az óraszámot, emelt óraszámban tanítjuk a matematikát, informatikát, az idegen nyelveket, hasonló, mint minden más középiskolában angolul mindenki köteles tanulni nálunk, és 2 idegen nyelv közül választhat a német és a spanyol. Német nyelv azért érdekes az iskolánkban, mert a környéken itt tehető német nyelvvizsga, az úgynevezett DSD nyelvvizsga, minden évben 10-15 diákunk vizsgázik, kiválaszthatják, hogy B1, B2 vagy pedig C1 szintén. Tavalyi eredmények közül egyet emelnék ki, a Kenszer csapatunkat, ők egy 6 fős csapat voltak, akik összeraktak egy kis műholdat, és ezt a műholdat élőben kipróbálhatták az Európa-bajnokságon Spanyolországban, és büszkék voltunk arra, hogy ők képviselték Szlovákiát, és nem csak a mi iskolánkat. Sorozatunkban tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy városunk középiskolái mit kínálnak a következő tanévben. Bizonyára észrevették, hogy szeptembertől minden intézményben több diák tanulhat majd, mint eddig. Végezetül még egy fontos információra szeretnénk emlékeztetni Önöket. A középiskolai jelentkezési lapot március 20-áig kell leadni. Azt tanácsoljuk, hogy ezt ne halogassák az utolsó pillanatra. Kívánjuk, hogy jó döntés hozzanak, hogy gyermekeik azt tanulják, amit szeretnek. A Seje János Egyetem biológia és kémia tanszékein gyakoriak a rendezvények, mind a hallgatók, mind az oktatók szívesen kapcsolódnak be versenyekbe, akár lebonyolítóként, akár résztvevőként. Most a középiskolások élvezték az egyetem vendégszeretetét, szakmai segédletét.
Ma a Curie környezetvédelmi emlékverseny zajlik, aminek folytán végülis a diákok megismerhetik a környezetet, a környezetnek az összetettségét, illetőleg ennek a törékenységét is ebből kifolyólag, illetőleg a versenynek talán a célja az is, hogy a diákoknak felhívja a figyelmét arra, hogy hogyan lehet megvédeni, óvni a környezetet, hogy a következő generációk már ne szembesüljenek a ma problémáival, illetőleg ezekre a problémákra megoldást találjanak. Az egyetem felelősséget szeretett volna vállalni egy kicsit a középiskolások tudatosságának fejlesztésében, főleg a környezet tudatossággal kapcsolatosan, és épp ezért fogtunk bele a versenynek a szervezésébe. Amire főképp fókuszál a verseny, az a környezetvédelem, a környezet megismerése. Mindig valamilyen nemzeti parkot jár körül minden egyes verseny. Az idén az Aggteleki Nemzeti Parkról tanulnak a diákok, illetve a környezettudatosság, a kerékpár használat, a tudatos közlekedés szempontjából dolgozták ki a témákat. A Curie emlékverseny célja, hogy a Kárpát-medence természetvédelmi kincseire irányítsa rá a figyelmet. Fontos a környezettudatos magatartásra való nevelés, amivel az egyetem biológia és kémia tanszéke is teljes mértékben azonosulni tud. Környezetvédelembe bekapcsolódik az egyetem, mint azt itt lehet látni az egyetemen is, ki vannak helyezve különböző olyan szelektív hulladéktárolók, amik ezt segítik, szóval az egyetem kezd átállni, vagy próbál egy ilyen ökoegyetemmé válni. Jól jár, ha ide jár, így hangzik a Komáromi Sej János Egyetem jelmondata. A hangulat és a légkör családias, a szakmai munka pedig igen magas színvonalú. Ezt bizonyítja számos más mellett a Curie emlékverseny is, amit gondos házigazdaként koordinál az egyetem. Rendhagyó jótékonysági borkóstolót tartottak a Tiszti Pavilon dísztermében. A rendezvényt Andruskó Imre, a Sej János Gimnázium igazgatója kezdeményezte pedagógus kollégája Hengerics Péter borász támogatására, akinek a közelmúltban a lángok martalékává lett a pincészete. Ebben az évben Seje 100 projektet hirdettünk, Sej János volt a stresszelmélet megalkotója, és ő humorosan azt mondta, hogy úgy kell kezelni a negatív stresszt, hogy küzd vagy menekülj. Mi azt szerettük volna ezzel mutatni, hogy Péternek nem menekülni kell a problémák elől most, hanem meg kell oldani. És mindenképpen fontos, hogy átérezzük egy kollégának a fájdalmát. Ez egy több tíz éves pincészet volt, még apukája kezdte el a borászkodás Szentpéteren, és át tudjuk érezni fájdalmát, hogy valaki egész életét erre áldozta, és légett a tanya, a borház, illetve az összes szőlőművelésre, borkészítésre szánt eszköz tönkrement. És ezért gondoljuk, hogyha egy jelképes, de kisebb összeggel így hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy újra kezdhesse a szőlőművelés Szentpéteren. A jótékonysági rendezvényt Komárom város önkormányzata is támogatta. Keszek Béla polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az összefogás a nehéz időszakokban a legfontosabb. Egy jó közösséget a bajban lehet megismerni. Ha összefogunk ilyenkor, megmutatjuk azt, hogy összetartunk, akkor szerintem pont arra adunk választ ebben a mai kicsit zaklatott világban, hogy lehet így kicsit másként. Itt vannak a gimis közösség, itt van a borászok közösség, itt vagyunk mi komáromiak, akik pont azt szeretnék megmutatni, hogy lehet másként, és segítőkezet nyújtani. A kezdeményezést támogatták a régió borászai is. A Bot, a Firmónia, a Kasnyik és a Mátyás pincészet. Hengerics Péter elmondta, hogy bár az újrakezdés nehéz, hiszen 30 év munkája veszett kárba, a közösség összefogása megadja számára az első szükséges lépést ahhoz, hogy elkezdhesse a pincészet újjáépítését. Szeretném megköszönni nekik, hogy eljöttek. Botfrici barátomnak. Lényegében mi már azt lehet mondani, hogy évtizedek óta tartjuk a kapcsolatot, ismerjük egymást, találkozunk. Úgyhogy a Firmónia borászatnak szintén Bauer Ildikói borászata, valamint Mátyás András szintén a kezdetektől ismerjük egymást, ráadásul a fiúk, mindkét fiúk oda járt hozzánk, úgyhogy nagyon jó viszonyban vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek és hogy segítenek ebben a nemes ügyben. A jótékonysági eseményt kultúrműsor tette ünnepélyesebbé, amelyben Szvrcsek Anita, a Komáromi Jókai Színház tagja és a Sej János Gimnázium diákjai léptek színpadra, a Pusztaszer 2 zenekar és Gál Ádám Vajk, aki Hambas Béla a Bor filozófiája című művéből olvasott fel.
A rendezvény teljes bevételét Hengerics Péter javára ajánlották fel, remélve, hogy ezzel is hozzájárulhatnak a pincészet újjáépítéséhez. Zsúfolásig megtelt az Egressy Béni Művelődési Központ nézőtere, ahol városunk kiemelkedő népdalénekese, Korpás Éva az alapiskolás diákoknak szerzett felejthetetlen perceket. A kitűnő zenével, rengeteg tánccal és mókával tarkított Piripot című mesekoncerten Korpás Éva mellett fellépett Lakatos Lili, a Generáció Kamara Társulat táncosai és az előadók zenész barátai. 2x2, néha 4, 2x2, néha 5, ajajajajajaj, de nagy baj van. A rengeteg népmesei elemet tartalmazó történet Gáti István kortárs költő verses meséjén alapszik, amely Szabó Gyurka, azaz Piripot szerelembe esését meséli el. A nagyszüleink hagyományait is bemutató interaktív műsor során a gyerekek számos lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a mesemondásban, így a lelkes közönség megtapasztalhatta, hogy milyen, amikor a mese, a tánc és a zene világa találkozik. A gyerekek vidáman utánozták a tánclépéseket, válaszoltak a feltett kérdésekre, és figyelmesen végighallgatták Piripot szerelembe esésének történetét. Tisztelt nézőink! Magazinműsorunk végéhez értünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. A viszontlátásra! Ты мне помнишь.